A sport egészséges, élvezzük a mozgást, a játékot, a céljaink teljesítéséből származó örömöt, szeretünk közösségben lenni. A rendszeres fizikai aktivitás erősebbé és fittebbé tehet minket, segít megőrizni az egészségünket. De valljuk be őszintén, néha nagyon nehéz rávennünk magunkat, akár hétköznapi emberként, de még akár sportolóként is. Hogyan tudjuk megőrizni a kitartásunkat, hogyan formálódik át agyműködésünk a rendszeres sport hatására? Mindezekről Rozetti Karikás Emőkét kérdezzük, aki már bent is van a stúdióban. Köszöntünk. Szeretettel köszöntünk téged itt a műsorban. Köszönöm a meghívást, jó estét kívánok. És én már rögtön azzal indítanék, hogy miért olyan nehéz rávenni magunkat a fizikai aktivitásra? Azt gondolom, hogy nagyon sok embernek nincsen a napi rutinba ez így beivódva, valahogy úgy kimaradnak a sportolásos évek, és azért szokást kialakítani nem egy-két hét. És azt gondolom, hogy ez is egy ilyen nagy probléma, a másik meg elég szélsőségesen gondolkodunk, hogy vagy csináljuk, vagy nem csináljuk, és ha csinálunk, akkor mindent bele kell adni, ha nem csináljuk, akkor az úgy, ezt úgy elfogadjuk. Igen, azért néha lássuk be, hogy a mindennapi életben nagyon sok feladattal küzdünk, és azért nekiállni, mondjuk még este elmenni szaladni, vagy elmenni reggel korán egy edzőterembe, azért lehet megterhelő. Ugye, de nem egyszer előfordul az, hogy na, holnaptól neki fogok szaladni, holnaptól neki fogok súlyzózni, holnaptól neki fogok fogyókúrázni. De ugye van az a lépés, amikor egyszer-kétszer elmegy az ember, utána a harmadik, negyedik az már nagyon nehéz. Ezt hogyan lehet, ezt a folytonosságot, ezt a folytatást megtartani? Én azt gondolom, hogy itt a motiváció lehet egy kulcs, és amikor motivációról beszélünk, akkor van külső és belső. A külső az, amikor ilyen külső dolgokhoz kötjük, hogy most azért akarok sportolni, hogy kapjak egy érmet, vagy ne talán fizetést akár. A belső motiváció az meg az, amikor mi magunk akarjuk, mert jól esik, és mert tetszik, és mert szeretjük, mert jól érezzük magunkat, kikapcsolódunk, szórakozunk. Nem mondom, hogy egyik másik fontosabb lenne. Nyilván, hogy a külső motiváció az hosszú távon nem biztos, hogy fog minket arra ösztönözni, hogy menjünk és sportoljunk, ezért az első lépés az lenne, hogy olyan sportágat válaszunk, amit szeretünk, és ez nem kell feltétlenül az edzőteremben történjen, hanem lehet egy túrázás, lehet egy korcsolyázás a gyerekekkel, sőt, én azt gondolom, hogy az, hogyha nem tudom, buszról leszállunk egy megállóval korábban, és gyalogolunk. Igen, és mondjuk nem a liftet választjuk a lépcsőházba, már az is egy óriási lépés. Ez és jó igen, motiváció, hogy ezeket a pici dolgokat, ha teljesíteni tudjuk, már abszolút. Azt mondjuk a nap végére, hogy mégsem ültem egész nap a széken. Igen. Így van. És azt is mondjuk ugye, hogy nagyon jó hatással van az egészségünkre, és tényleg az életünkre a sportolás. Hogyan hat a mentális egészségünkre gyakorlatilag? Erről nagyon sokat lehetne beszélni. Én amit nagyon-nagyon fontosnak tartok kiemelni, az az, hogy a stresszt azt nagy mértékben csökkenti, és a depresszió meg a szorongást is tudja oldani, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a mai világban egy nagyon-nagyon fontos tényező. Segít az elalvásban, jobban alszunk tőle, koncentrációnkat. Vagy nem? Ugye nem baj, hogy én a sakkot imádom, és esténként lefekvés előtt, vagy két munka között mindig sakkozok gyorsan az interneten keresztül, ilyen rövid játszmákat blitzpartinak hívják, 3x3, vagy 2x3 percet, és néha kintről a konyhából hallom, hogy apád megint sakkozik, mert elveszítek egy partit, amit meg kellett volna nyerjek, valamit tévedek, és olyankor az egér kattan az asztalon, és ez elég sokszor előfordul lefekvés előtt. Addig játszom, amíg nem nyerek, ha mit tudom, én sorozatos vesztésben vagyok. Ezzel próbálom úgy tartani magam, hogy nem vagyok olyan rossz, mert megmutatom. De érdekes tényleg így a sakk kapcsán, hogyha azt mondjuk, hogy sport a sakk, akkor az is ugyanúgy hat a mentális egészségünkre? Igen, sőt azért a sakk mentálisan nagyon megdolgozza az ember, de én azt gondolom, hogy azért ez nem segít az elalvásban. De... Épp azért mondtam, nem biztos, hogy ez a legjobb példa. Én azt gondolom, hogy ez így kéz a kézben jár, tehát hogy én úgy tudom, és ezt több sakkozó is mondja, hogy azért a sakkozók is
sportolnak, tehát van, aki elmegy úszni, van, aki focizik. Ez kéz a kézben jár, és voltak kutatások arra azzal kapcsolatban, hogy aki csak fizikálisan edzett és mentálisan nem, teljesítménye nem volt olyan jó, mint az, aki, aki ezt kéz a kézben csinálta. Úgyhogy igen, a sakk is azért mentálisan nagyon megdolgozza az embert. Tudni, igen. Van-e módszer arra, mondjuk ismerünk gyerekeket, nagyon sok gyerek jár sportolni? De vannak olyanok, akik nem járnak sportolni. Van-e valamilyen módszer arra, hogy a gyerekkel megszerettessük a sportot? Vagy akár a felnőttel, mert ismerünk olyan felnőttet, hogy nem volt egy sportos élete, de eszébe jut, hogy meg kellene próbálja egy kicsit a szaladást, az edzőtermet. Van-e mód arra, hogy hozzászoktassuk őket, vagy... Gyerekeknél azt gondolom, hogy a példamutatás az egy nagyon jó lépés lehet, hogy mi szülőként, vagy akár tanítóként, gyerekek körül dolgozóként ezzel példát mutatunk a gyerekekre, felnőtteknél is, hát ugye mindig az első lépés a legnehezebb, de bátran keresgélni, és teljesen rendben van, hogyha mondjuk valakinek a futás nem válik be, vagy a biciklizés, és én erre buzdítok mindenkit, hogy a megfelelő sportágat, ami neki jó örömet okoz, azt megtalálja. Én azt gondolom, hogy ez az első lépés, és hosszú távon is, hogyha most élsportról beszélnénk, akkor is ez lenne az egyik kulcsa a gyerekeknél, hogy szeresse. És ha már élsport, akkor neked volt egy jó kérdésed ezzel kapcsolatban, hogy mi alapján ismerik fel, és hogyan tudják motiválni őket, miben különül el ez a többiek eszemben, mondjuk, hogyha felfedezik, hogy valakiben ott van a potenciál erre. Hát, itt mondom, Romániában, itt nálunk mi a szokás, hogy hogyan van ez? Hát én merem remélni, hogy azért élsportolóvá válunk, és nem hazánk kell megszülessünk, és akkor ez így, így születésüktől el van döntve, hogy akkor én most az leszek, vagy nem. Azzá válunk, és itt ez nagyon sok mindent magába foglal, például a tudatosság, hogy ez a gyermek, és vele együtt az egész család, mert ha a gyermek sportol, akkor az egész család sportol vele együtt, tudatosan úgy készül, és olyan életmódot folytat, ami ezt lehetővé teszi. Nyilván, hogy itt megvannak azok a fizikális adottságok, meg amit az edzők szoktak ugye felismerni a gyerekekben, hogy akkor neki megvan a tehetsége, a technikája, érzi a labdát. Ezeket az edzők azért nagyon hamar kiszúrják, és akkor ezt kell megtámogatni ugye a mentális oldallal, egy étkezés terén is, meg ugye a sporttudományban dolgozó szakemberekkel, és a tudatosság, tehát amikor a gyermek ezt így eldönti, akkor... Igen, a legtöbb tehetséges gyereket külön kell motiválni, mert ők azok, akik tehetségesek, de rendkívül lusták, tudnak lenni. Ez a zsenialitásba rejtezik, igen. Talán, igen. A példák, azért van ellenpélda is természetesen. Beszéltünk arról is, hogy miben nyilvánul meg vajon az, hogyha valaki sportol a hétköznapi életében, akár mentális szempontból, hogy mit fejleszt ki bennünk a sport? Igaz az, hogy még máshol is megnyilvánul ez, ha elkezdjük? Én saját tapasztalatomból tudom azt mondani, hogy igen, és azt látom így a sportoló fiatalokkal is, akikkel dolgozom, hogy igen, a mindennapi életben talpra esettség, döntéshozatal, kreatívabbak azért az ilyen nehezebb helyzeteket sokkal könnyebben megoldják, mint mondjuk azok a gyerekek, akik nem edzéssel töltik a délutánokat, kreativitásra, gondolkodásra, tehát ezekre mindenféleképpen hatással van, és ne felejtsük el, hogy a sportnak van egy olyan csodálatos képessége, mondjuk azt, hogy a demenciát is azért kiszorítja, nem tudja nyilván sajnos meggyógyítani, vagy teljesen kiszűrni, de hogy ez úgy kitolódik, és így sokkal fittebbek lehetünk mentálisan is, és fizikálisan is, hogyha sportolunk. Holnaptól naponta fogok edzeni. Nem elég heti három. Azt hittem, hogy holnaptól fogtok beszélgetni emőkével ezekről a dolgokról, de nem mondtam ezzel hazugságot, ugyanis lehet titeket hallgatni. Szülőértekezlet talán a műsor címe. Igen, szülőértekezlet a kispadon. Holnap lesz a hatodik része, ha jól emlékszem. A kis előadástok, mert gyakorlatilag közösen megbeszéltük a kérdéseket, és Emőke kidolgozta rá a válaszokat, és nagyon-nagyon jó. Fontos abban, hogy tudják a szülők, hogy hogyan kell
picit ugye a sport fele jól irányítani. Szülőket is kell nevelni. A sportoló gyerekkel rendelkező szülőket, vagy sportszülőket, ahogy másképp hívják, nevezik. Nagyon szépen köszönjük, Emőke, hogy eljöttél hozzá, és beszéltünk erről.